Második alkalommal rendezték meg hétvégén a PM Peugeot Vác Rallyt. Az idei év Magyar Rally Túra országos bajnokságának 6. futama, ezúttal is több ezer nézőt és vendéget vonzott a városba. A kétnapos versenyen összesen 160 rally autó állt rajthoz. A szombaton megtartott prológon a váci versenyző Holec Krisztián Kicsi 2011 Dunakanyar szépét, Noll Petrát is megautóztatta. A szombat délutáni prológon a versenyautók a város déli kereskedelmi központjában található nagyáruház parkolójában mutatkoztak be először az érdeklődőknek. Az eseményen a rally rajongók testközelből is élvezhették a verseny izgalmát. Látva itt mögöttem ezt a pár ezres tömeget, azt gondolom, hogy amiket beígértünk, azt maradéktalanul tartottuk. 160 versenyautó indult ezen a második Peugeot PM Vác rallin. Ennek a prológiát láthatjuk most, a amatőr sorozatnak a 28-as rajtszámú autójánál tartunk, és folyamatosan csak jönnek és jönnek az emberek. A szombati eseményen a Dunakanyar szépe verseny legszebbjei is részt vettek. A lányok közül a legbátrabbak a Street Fighter motorsó slalom bemutatóján a bábuk szerepét is bevállalták. A prológon ott volt 2011 Dunakanyar szépe Noll Petra is, aki nagy izgalommal várta, hogy végre beülhessen a navigátor ülésbe a váci rally versenyző Holec Krisztián Kicsi mellé. Örülök, hogy itt lehetek. Meghívtak, hogy jöjjek el szurkolni a váci versenyzőknek, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó helyet is fognak elérni, és én is mehetek egy kört az autóval, úgyhogy már nagyon várom. A belső kamera felvételén a szépség királynő láthatóan élvezte a pár perces szágódást a rally autóval. Holec Krisztián Kicsi szerint nem csak a versenyzőknek, Vácnak is jót tesz, hogy ilyen sokan érdeklődnek a rally sport iránt. 4 éve versenyzünk már, igazából ez a második PM Peugeot Kupa rally túrában. Nagyon élvezünk. Nagyon sok ember van, körül kell nézni, ezt Vácnak erőltetni kell ezt a dolgot. Nagyon komoly, nagyon jó lesz. A kétnapos rally versenyen sajnos Holec Krisztiánék nem értek el helyezést. Néhány kilométer után ugyanis autójuk motorja megadta magát, így kénytelenek voltak feladni a küzdelmet. A rally túra verseny győztese Vácon a Peugeot 106-ossal induló budapesti páros Gondor Lajos és Dara Róbert lett, az SRT sprint kategória nyertese pedig Apkó Dániel és Horváth László váci páros lett, akik egyben a Lada kupát is megnyerték.